A Békés megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központi már 7. alkalommal rendezte meg az Angyalok Szárnyalása című jótékonysági gálaestet a Békés Csabai Jókai Színházban. Az idei műsorban a felkészítő színészeken és zenészeken túl 70 fogyatékkal élő fiatal mutatta be műsorát teltház előtt. Pár hete még gőzerővel készültek a gyerekek és fiatalok a Degré utcai gyermekotthonban az Angyalok Szárnyalása című gálaestre. Az otthon lakói nagyon sokat gyakoroltak, hogy a lehető legjobb teljesítmény nyújtsák a színpadon. Igyekszem kihozni a teljesítményemből a legjobbat. A fiatalok a Békés Csabai Jókai Színház színművészének segítségével készültek fel az estre. Hogy minden évben mi már szeptember környékén elkezdünk a kollégákkal kijárni a Degré utcára, és akkor a gyerekeknek megmutatjuk, hogy milyen dal vagy milyen jelenet lesz, akkor azt szépen lassan elkezdjük gyakorolni. A Békés megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ célja, hogy minél többen megismerjék az itt élő gyerekek és fiatalok mindennapjait, valamint az, hogy erősödjön a kapcsolatuk a többségi társadalommal. Idén először nem csak művészek, de az általános iskolák diákjai is részt vettek a műsorban. Gyermekkórusok és felnőtt kórusok fogják színesíteni az estet, de nem csak a színesítés volt vele a célunk, hanem az is, hogy a kórusokon keresztül azt a fajta integrációs törekvést, ami a célunk, hogy a fogyatékossággal élő fiatalok és gyermekek is együtt tudjanak a többiekkel, az épekkel a színpadon szerepelni. A kórus mellett idén közel 70 fogyatékossággal élő gyermek, fiatal és az őket felkészítő több mint 20 ismert színművész lépett a színpadra. Az est rendezője ünnepi beszédében visszaemlékezett a gála est kezdetére. 13 évvel ezelőtt Komáromi Anett barátnőmmel és kolléganőmmel megismerkedtünk a Degré utcai fiatalokkal, az ismerkedésből barátság lett, aztán egymást követték az események. Előbb lett egy kis színjátszó csoportunk, aztán néhány fellépésünk, és 7 évvel ezelőtt álmodtunk egy nagyot, és megszületett az első gálánk. A Békés Csabai Jókai Színház idén is felajánlotta a jótékonysági előadáson befolyt összeget a Degré utcai gyermekotthon lakói számára.